Nehéz a szalmatöröknek, ő a nap egyik főszereplője, és több fontos feladata is van. Én lennék a szalmatörök, ez igazából a török megszállásnak egy szimbóluma volt. A nap végén szalmával ki vagyok tömve, az eltüzelésre kerülés ezáltal, vagy az is egy ilyen szimbólumnak mondanám, hogy a télűző és jó szerencsét meg mindent hozzon az új év. Miután a szalmatörököt jól kitömték, megjelentek az alakoskodó lányok a kísérőikkel és a kéményseprő. Majd kiabálva előbukkantak a szalagos bohócok is. Kezdetét vehette a mohai tikverőzés. Először a tyúkokat kapták el a bohócok, hogy jól bekormozzák őket. A hagyomány szerint ezzel bőséget hoznak a faluba. De nem csak a szárnyasok, hanem azok gazdáik, sőt minden arc kormos lett mohán. Ugyanis úgy tartják, hogy ez szerencsét hoz. A településen élők pedig ragaszkodnak is ehhez már több mint 100 éve. Kis település vagyunk, és kevesen lakjuk. Régebben ez olyan 300-400 fő körüli volt a településünk létszáma. Ma már egy kicsivel több, tehát megközelítjük a 600-at, de még mindig kicsi, és egy nagyon összefogó csapat alkotja ezt a kis települést. Segítjük egymást mindenben, és az összefogás az, ami segítette azt, hogy ez a hagyomány túléljen. A falu lakói szerint kötelességük életben tartani a hagyományt, éppen ezért vesznek részt benne minden évben. Nekünk ez a vérünkben van. Hát ez nem olyan, hogy látogatóba idejövünk, és akkor na bum, történt valami, ezt mi átérezzük. Nekünk ez fontos, és jó, hogy tartjuk a mai napig. A kisfalu teljesen megtelt, rengetegen kíváncsiak minden évben a tikverőzésre. Iskolás csoportok, családok is ellátogattak a rendezvényre. Őket néptánc és frissen sült fánk is várta. Fontosnak tartjuk, hogy a megyénkben ilyen közel hozzánk a néphagyományokat megismertessük a gyerekekkel, ez pedig egy különlegessége a környékünknek. A mohai tikverőzés 2011-ben a szellemi kulturális értékek listájára is felkerült, a faluban élők pedig idén is ígéretet tettek, hogy nem hagyják veszni ősi hagyományukat.